Kevés olyan szériát tudnék mondani, ami jobban leköt a Total War-nál. Minden egyes kampány máshogy játszódik le, nincs két ugyanolyan, éppen ezért kellően nagy újrajátszhatósága van minden résznek. Minden végigjátszás olyan, mint egy alternatív történelem. Ebben a sorozatban ki fogok építeni egy világbirodalmat a vikingekkel az Attila nevű epizódban. Személy szerint a kampányt mindig is jobban élveztem, mint a csatákat, ezért azokból csak módjával vettem ki a részemet. Úgy döntöttem, hogy ezen ideje lesz változtatni, és megfogadtam, hogy minden fontos csatát manuálisan fogok lejátszani ebben a sorozatban. Éppen ezért a kezdeti gyenge teljesítményért előre is elnézést kérek. A frakciók közül a választásom a jüttökre esett, ugyanis a három viking nép közül nekik vannak a legjobb egységeik. A kezdés általában kifejezetten lassú ezzel a törzsel, ugyanis nem állnak háborúban senkivel a hanyatló félben lévő nyugat-római birodalmon kívül. Ők azonban túl messze vannak és túlságosan gyengék ahhoz, hogy komoly fenyegetést jelentsenek. A béke azonban nem tarthat sokáig. Minél előbb el kell foglalnom a provinciát, mert így nagyon lassan fogok fejlődni. Így hát azonnal elkezdtem katonákat gyártani, és elintéztem azt, amit egy kör elején el kell. Építkezés, politika és technológiák. Építkezés szempontjából úgy döntöttem, hogy egy Tein farm teljesen jó lesz nekem, ugyanis a barbár frakciók itt tudnak lovasságot gyártani. A politikánál néhány tisztséget kiosztottam, technológiát is választottam, majd a harmadik körben úgy éreztem, hogy elég erős vagyok, és megtámadtam a géteket. Egy kicsit többen vagyunk, de mivel nekik egy várost kell megvédeni, ezért mondhatjuk azt, hogy az erőviszonyok ki vannak egyenlítve. Azt tudtam, hogy az ellenség egyik serege észak felől fog bejönni a csatatérre, ezért oda küldtem a lovasságomat, hogy ha tudnak, okozzanak egy kis kárt nekik. Néhány balga IS csoport levált a főseregből, és könnyű célpont adatott a lovasságomnak. Meg is rohamoztam őket, ami egy kicsit csalódás volt, de az eredmény akkor is perceken belül több száz halott ellenséges katona volt. Az íjászok elvesztése a védőknek hatalmas csapás, de az örömöm sajnos nem tarthatott sokáig. A várakozásaimmal ellentétben az ellenséges katapulthajó megtámadta a flottámat. Itt egy hajót el is vesztettem, ráadásul az ellenség több hajója is a főseregem mellett szállt partra. Az egyetlen egység, akikkel hatékony ellentámadást tudtam volna indítani, azok a lovasok voltak, de mivel ők nem itt voltak, több embert vesztettem, mint amennyit kellett volna. Ezek a problémák azonban nem voltak katasztrófák, csak hátráltattak. Az ostrom ezután elkezdődött, és katapultokkal szétlőttem az ellenséges tornyokat. Ezek után pedig a várfalon állókat két tűz közé fogtam az íjászaimmal és a hajóhadammal. Amikor már úgy döntöttem, eléggé meggyengítettem az ellenséget, ideje volt beküldeni a gyalogságot. A pikásokat küldtem előre, ugyanis ők egész jók akkor, hogyha az ellenség nem lövi le őket, és mivel zsoldosok voltak, ezért feláldozhatóak. A kapu egy véres kézitusa árán a miénk lett. Ezután a soraimat újra rendeztem, a hajóhadammal pedig partra szálltam, hogy adott esetben hátba támadhassam az ellenséget, akik immáron az újrarendezett csapataim ellen vonultak. Itt a pikásaim sajnos elfelejtették, hogy van náluk egy 5 méteres rúd, ami kiváló arra, hogy távol tartsa az ellenfelet. De ez nem számít, hamarosan a védők bátorsága megadta magát. A város pedig immáron a miénk volt. Végső soron 600 embert vesztettem. Ez ilyen erőviszonyok mellett azt kell mondjam, hogy egy elég átlagos győzelem. Elfoglaltam a várost, azonban valami még hátra maradt. A gíteknek maradt egy seregük. Pusztulniuk kellett. Ismételten túlerőben voltunk. A terep azonban egyértelműen az ellenségnek kedvezett. Ahhoz, hogy meg tudjuk őket támadni, fel kell kaptatnunk egy domboldalon. Ráadásul a fák kitűnő rejtek helyet nyújthatnak a távolsági egységeiknek. A győzelem igazából nem volt kérdéses. Az egyetlen bizonytalanság az az volt, hogy milyen áron fogom azt elérni. A lovasságommal megpróbáltam a távolsági egységeiket kiiktatni, mielőtt azok tüzet nyithatnak ránk. A nagy részüket sikerült is likvidálni. Ezek után a számbeli fölény már önmagában elég volt arra, hogy legyőzzem az ellenséget. Ezzel pedig pontot is tettünk a gítek történelmének a végére.
Egyértelmű lett volna az, hogy a következő célpontom a dánok legyenek. Azonban végignézve az erőjükön arra gondoltam, hogy talán még ez egy kicsit túl nagy falat lenne. Így úgy döntöttem, megcsinálom azokat a küldetéseket, amiket a játék szeretne. És elindultam Angulus felé. Mivel az ott élő Angli nevű germán törzs is elég erős volt, úgy döntöttem, szükség lett még egy seregre. Néhány kör múlva már ostrom alá is vettem a városukat. Mindeközben a város mellett állomásozó kisebb csapatot is megtámadtam. A győzelem itt se volt kérdéses, inkább csak az, hogy mekkora lesz a veszteség. Sajnos nem használtam a legokosabb taktikát, éppen ezért több embert vesztettem, mint amennyi szükséges lett volna. A gond az volt, hogy nagyjából ugyanannyi emberünk volt, és nem likvidáltam időben a távolsági egységeiket. Azonban ez nem számított, ugyanis sikerült elég hamar legyőznöm őket. A veszteség nem volt vészes. Elérkezett az igazság pillanata. Angulus. Tény, hogy túl erőben voltunk, de az ellenség ismét előnyben volt a védekezés miatt. Éppen ezért nagyon meglepett, hogy a kivárás helyett azt választották, hogy megrohamozzanak minket és a nyílt terepen küzdjenek meg velünk. Egy hajszálon múlott, hogy nem gázolták le a katapult kezelőit. Utólag rájöttem, hogy a katapult miatt dönthettek az agresszív fellépés mellett. Nem mondom, hogy túlságosan higgadtan kezeltem az esetet, és hibát halmoztam hibára. Rossz egységeket küldtem rossz egységek ellen. Mindeközben az erősítés nem túl nagy számban és nem is túl nagy iramban érkezett a csatatér felé, ami immáron káoszba torkollott, és az ellenség nyerésre állt. Az utolsó pillanatban a lovasság mentett meg, amit eddig elfelejtettem felhasználni, és a felmentő sereggel együtt sikerült megfordítanom a csata kimenetelét. Végezetül hatalmas veszteségekkel, de győztem. Nézzük, hogy állunk most. Van három városunk két provinciában. Az elsődleges feladatunk az az, hogy ezek fölött teljes irányítást szerezzünk. A csatákat eddig mind megnyertem, de egyértelmű volt az is, hogy meglátszik, hogy eddig inkább mindent automatikusan játszottam le. A következő részben megcélzom azt, hogy befejezzük a küldetést, amit elkezdtünk, és kifosszunk két másik települést, és hogy legyőzzük a dánokat, hogy végre konszolidálhassuk a kezdő provinciánkat. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ehhez hasonló videót még nem csináltam, úgyhogy írjátok le, hogy mit gondoltok róla. Találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!